Saul Julia, Csernák János. Fred Walt, Szersény Gyula. A Zoom film bemutatja a Florida szoros című filmet. Daniel Jenkins, Bor Zoltán. Fényképezte Dennis Lewiston. Señor Hine. Rendezte Mike Hodges. Mit segíthetek, uram? Van üres szobájuk? Igen, uram.
Innocent. Megjöttél. Azt hittem, hogy te már... Que estaba muerto. Hogy meghaltam. Igen. Talán meg is haltam. De most itt vagyok, Innocent. Sosincs nálad gyufa. Beszélnünk kell. Hallgattuk a tárgyalást a havannai rádión. Nem törtek meg. Nos hiciste szentírtan orgu jósz ez detti. Emlegettünk. Imádkoztunk érte. Ha tudtam volna, hogy nincs vendéglőd és tányérokat mosogatsz, én is imádkoztam volna. La vida no esta esplendida, que digamos, pero. Ez meg Roberto. Robertito. Gondoltad, hogy már egyetemre jár? Remélem, hogy majd mindannyian büszkék lehetünk rá. És mondd csak, új életet kezdtél? Innocent. Hát így megy ez. Ez jutott. Ezt választottuk. Itt sok a kubai. Mondd csak. Carmen. Ő is itt van. De nem jött velünk. Ha ott lettem volna, biztos, hogy kihozom. Biztos? De most már késő. Késő? Muy tarde! Nem! Csak nem akarsz visszamenni Kubába! Amikor itt új életet kezdhetsz? Ez vesz loko. Erről rád ismerek, Carlos. Neked mindig is volt egy kis löketed. Fenébe! Mi jutott beléd? Szabadságra mentél? A munka meg gyűlik. Ez meg ki a fene? Mit keresik? Mondd csak. Tudod, hogy merre van? Igen. Emelem 500-ra. Lenny, ki ez a kölyök? Nem tudom, Lucky. Csak úgy vetévedt. Oké, akkor legyen 500. Jézusom, Lucky.
Ez a jó ég. A kapitány imád játszani. Oké. A te 500-ad. És rá még 500. Hasasokkal játszik, uram, jó, ha tud repülni. Adj egy sört. Mondd, hány éves vagy? Felejtsd el. Ne mondd még egyszer azt, hogy uram. Lenni, adjál 200 rongyot. Ó, Jézus, Lenni, nincs most annyi pénz nálam. Ne verjél át, vén hülye, egész este nyertél. Jó, 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 de meg is. Ki? A srác. Jézusom, te ilyen jól ismered őt? Lucky. Lenni, már csak annyi kellene, hogy vegyek egy vadi új hajót. Rendben, akkor most a tiéd a fehér boszorka fele. Megér vagy 15 000-et. Jézus, Lucky, nekem az nem kell. Felteszem a fél hajón kölyök. A fél hajót? Elment az eset? Na? Most mi lesz, te sasfiúk? Rendben. Uram. Teljes sor, 7-essel. Neked mit van? 3 10-es. Remek! Meg 2 király. Csodás, Florida! Azt hiszem, itt maradok. Csak nem üres ez a szék. Ugye beszállhatok? Semmi gond. De mondj búcsút a pénzednek. Szokott indulni, vagy csak mindig itt leveg a vizen. Nézd! Csak semmi erőszak. Na, hé! Lefurcsa vagy. Hogy mi? Vesztettem. Végig. Nem segített a kártya. Ó, ez aztán remek! Mi történt? Ne izgulj! Még megvan a te fél... Bocsánat, a mi fél hajók. Mindent megpróbáltam, de azt mondták, nem ér egy vasat se. Most itt vagyok, partner. Partner? Egyedül dolgozom. Semmi vész, ha van saját hajód. Ez ugyanis a miek? Nem bírlak, kölyök. Begurulok, és még behúzok egyet. Nyugodtan. Jó, ha tudod, hogy fekete öves vagyok. Rendben, a segédem vagy. Tudtam, hogy nem lesz balhé. Fél óra múlva kezdődik a kirándulás. Dolgozzunk. Tudod, hogyan kell ezt kormányozni? Na, nincs gond. És
Látod ott azt a jelzést? Mindig arra tarts, és semmi baj nem történhet. Mert az utasok frászt kapnak, ha nem látják a földet. Osztály, Super Deluxe Gold Star, a legszebb hajó. Hajó? Milyen hajó? A lányokat nézd! Hova mentek? Álljatok meg, hova mentek? Természetesen örültem belém esett. Hova mentek? Kik ezek cserkészek? Hogy jutatnék oda? Pénzem. Ez a legdrágább járat, amit csak elképzelhetsz. Ez egy kupleráj. Az árban minden benne van. Te valaha... tudod? Mivel? Lenyűgöző modorommal? Nem, te meg én csórók vagyunk ehhez. Nagyon csórók. Enzi Csali cuccokkaja. Én, te, tűnés. Ellenkezőleg, te tűnj el. Én ebből akarok megélni. Mi? Nem megy. Ott lakom a hajón, és nem bírom a társaságot. Megszokod. Mondd, mi a fenét keresel itt, mi? Vagyis egy ilyen srácnak egy francos egyetemen a helye, ahol belehajt a tilosba, és lányokat egy teherbe. Meg akarom ismerni magam. Nem tetszik? De nagyon. A helyedben nem lennék rá kíváncsi. Szerintem nem bírnád el a csalódást. Meg fogsz lepődni. Például... tudom, hogy duplázhatjuk meg. 9. Oldalra. Ezt kitisztítjuk. Na? Nem rossz. Nem rossz. Inkább remek. Már csak egy palimadár kell. Szerintem ez nem egy nyelv. Kapitánat, mondhatok valamit? Egy valamit. Csak egyet. Nyugi, én nem vesztek. Háromszor voltam bajnok. Hé, haver! Ricky Ricardo! Nézd, ki akarsz nyírni minket, kölyök? Átmegyek rajta, mint egy úthenger. Te baromi jól játszol. Tanulhatnék tőled egyet-mást. Mit szólnál egy játékhoz? Játék? Jó, rendben, játszom. Nem akarsz esetleg valamit feltenni? Úgy érted, hogy pénzt? Aha, felőlem lehet. Jó, rendben, játszom pénzben. Mennyi? Mennyi van nálam? Tesz, mi? Amatőrök ellen. Ez a kasa súlyos profi. Utállak. Neked kellene szégyelni magad.
becsapni egy ilyen szegény, dolgos, rendes, befolyásolható fiút. Amigo. Micsoda? A meséd elszomorított. Ezt a pénzt a szegényeknek adom. A nevedben. De legalább van rá adó kedvezmény. Nézd, Lucky. Egyszer nyersz, egyszer nem. Ezt megnézném. Egyszer nyerj. Köszönj még, öregem! Kösz! Lehet, hogy az alkohol perspektívákat nyit előttem. Jézusra, miket mondasz? Attól függ, kihez beszélek. Ő derémes egy hely. Undorító egy kocsma. Én szeretem az undorító kocsmákat. Ezt sejthettem volna. Pofa be. Ez nincs benne a repertoáromban. Lucky. Édeni, hogy megy a bolt? Terjeszkedik. Csak terjeszkedik. Csak azt szab neki határt, hogy hány járatot tudok egyszerre működtetni. A legjobb floridai bulinak kell. Mindig kell egy jó kis hajó, meg egy jó kapitány. Ez most egy konkrét ajánlat, vagy csak egy spekuláció? Fiúkban utazol, kapitány. Ez a gumiarcú tető csak nem rólam beszél. Nyugi, fiúk. A srác beszédesebb, mint gondolnátok. És kösz az ajánlatot, Danny. Szívesen. Viszlát, Lucky. Kölyök, az a nagy pofád egyszer még bajba sodor. De hát mit árthat nekem? Amit csak akar. Miért? Hát mit csinál? Benne van a vendéglátóiparban. Miért? Te mit gondolsz? Kábítószer, pénz. Téged nem érdekel? Ők emiatt már túl sok pofát csináltak ki. Inkább keresek valami mást. Segíthetek? Én csak azt gondoltam, hogy kibérelem a hajóját. Oké, ez napi 200, akármit fog a magáé. Korán indulok, hogy reggel 8-8.30-kor. A legénység. A társam. Mennyire megbízható a hajója? Hát egy generálozás ráférne, de megbízható. Én törődöm vele. Mennyit képes menni? Hát mondjuk 300 mérföldet, ha jól be van állítva. Mehetünk. Hogy most? Miért ne? Hát a maga pénze. A fenét az enyém. Ő az. Remélem jobban ért a halfogáshoz, mint a kártyához. Én? Hát persze, az erősségem. Na gyerünk, szerez csali, csies, gyerünk! Mennyi szerezte? Azt mondta, mennyi szerez csali. Nem lesz rá szükség. Én már hoztam. Sört? Hé, kér sört. Benne van az árban. A heti tarifám is, ha magát érdekli. $1200 hét napra. És ebben minden benne van. $1200? A mait se tudom kifizetni. Viccel? Ugyan. Sose viccelek.
Szerintem maga most választhat. Vagy feljelent a helyi hatóságoknál, vagy este 8-kor találkozunk a Fekete Delfin szállóban. Talán megbeszélhetünk egy üzletet. A halamaguké. Hé, kösz! Nyitva van. Pompás egy hely. $220. Most, hogy rendeztük az anyagiakat, talán tárgyalhatunk a másik ajánlatról is. Felejts el. Hagyjad, hallgassuk meg, mit akar. Ma halljuk. Arany. Van belőle több, mint $2 millió. Hajlandó vagyok megosztani. Szeretném, ha megjegyeznéd. Nekem tetszik ez a pofa. Hol az átverés? Sehol. Segítenek megszerezni. Érdekli? Érdekel? Na, náhogy érdekel! Hé! És hol van? Kubában. Miért vagy ilyen cinikus? Felejtsd el! Talán van egy terve! Én nem akarom hallani! Várj! Nem várnál egy percig! Kölyök ebből engem adjál! Mi bajod Kubával? Kölyök! Épp olyan, mint Puerto Rico, csak kommunista! Azt mondtam, felejtsd el! Hé! Miért? Te vagy a főnök! A hajó fel az enyém! Visszakéred? Vedd meg tőlem, de többe kerül, mint amennyi pénzed van! Megbeszélték? Még 61-ben történt. Ez az arany az ideiglenes kormány vagyonát gazdagította volna. Castroék azt se tudták, hogy egyáltalán létezik. Egyedül én tudom, hogy mi történt vele. Na és mi történt vele? A DC-3-ast, ami szállította, lelőtték. Ezt honnan tudja? Én voltam a pilóta. Katonaság, sejtettem. Na és onnan tudja, hogy még most is ott van? Eldugtam, mielőtt elkaptak. 20 évig voltam Kubában börtönben. 4 napja engedtek ki. Az arany ott van. Kell majd még egy benzintartály, majd újra kell tankolnunk az Andros szigeteknél. És mi majd csak úgy besétálunk Kubába, mi? Felejtsd el. Tudja, hogy Kuba mit csinál a felségvízére tévedő hajókkal, mi? Ha elkapnak, a hajó sorsa a legkevésbé izgalmas. Na, cifrázz csak ki még jobban. Őszinte vagyok. Hát én nagyra értékelem az őszinteséget. Csak hagyjon ki. Gyerünk, jó buli lesz. Buli! Ha elkapnak a következő 10 évben, cukornádat már... Nem kapnak el! Nincs benned vállalkozókedv! Viszlát! Várj! Bocsánat, most tartunk egy üzleti tárgyalást. Várj! Adnál nekem egy percet? Csak egyet! Most húzzunk sorsot! Ha nyerek, megyünk. Ha te nyersz, visszakapod a hajódat. Ruggia Blanca. Ruha Blanca. A francba. Ki és be 3 nap alatt. Ha tervszerűen megy. Ha tervszerűen megy. Most felmegyek. Ha tervszerűen megy. A francba. Aludj egy kicsit.
Nincs akcentusa. Hogy? Én nem tudok spanyolul. Na persze, mert New Jersey-ből jövök. Jersey-ben születtem. Ez apám? Hát ő autókkal üzletel Montclairben. Rémes. Nem érti, hogy mit kezdek az életemmel. Rendes fickó, tényleg. Csak hát nagyon... Nagyon... Sokat vár tőlem. Na és maga? Magának van családja? Aludj már. A benzin. Benzinszagot érzek. Igen, eltört a benzinvezeték. Dőlt a benzin alá egész éjjel. Megcsinálod? Kész van. De benzint nem tudok csinálni. Van még körülbelül 40 literünk. Ez mit jelent? Hogy elsüllyedünk. Sehova se jutunk el. De igen. Kubába. Tudja, miért hívnak szerencsésnek? Mi? Tudja már? Mert nem vagyok az. Kuba, te jó ég! És mihez kezdünk majd? Kérünk munkaengedélyt? Nem. Feltankulunk egy tuti helyen. Én hiszek neki. Ja, mert ez maradt az egyetlen esélyünk. Még ne. Túl nagy a nyüzsgés. Miért nem kezdjük már? Legyünk inkább határozottak. Feltankolunk és tűnés. Ez itt Kai Barán, a haditengerészeti. Üres a tankunk, ember. Még 10 perc és a dagály besodor minket. Nem tetszik ez nekem. Nekem meg igen. De jössz kölyök. Biztos találunk jobbat is. Ezt vártam tőled. Van még egy lehetőség. És pedig itt. Kapcsolom az áramot. Sikerült rajta! Hogy lopod a benzint. Pedig ez tiltott terület. Itt van érte a pénz, ennyi elég? Persze. Hát te meg mit képzelsz?
Te is a hülyének nézel. Fordulj meg szépen, indulj előre és menj addig, amíg nem szólok. Megyek már, nyugodj! Mozgás! Nem történt semmi különös. Benzinre volt szükség. Mi a fenét kerestek itt? Mi csak halászni akarunk. Halat fogni, semmi persze, mást. Persze, rögtön sejtem. Csak halászni akarunk, az égvilágon semmi mást. Ismerem én az ilyeneket. Semmi más. Jól ismerem. Bajban van. Egy takaró, dobd a hullára. Mindjárt hányok. Előbb hozz egy takarót. Indítsd be a motort. Tűnjünk el innen. Lőnek, visszalövünk. Lassítsunk csak. Majd én beszélek. Mivel itt egyedül csak te tudsz spanyolul, egyszerűen remek ötlet. Jó estét, kapitány! Jó estét! Mi történt? Valami baj van? Mit keresel itt? Há, erre haláztunk! Halat fogtunk arra, de most már hazamegyünk. Hazafelé tartunk. Az meg mi? Hogyan? Az! Az! Az csak... Á, már nagyon elfáradtunk, kapitány! Páran lefeküdtek aludni egy kicsit. Semmi baj, csak alszanak a fiúk. Már hazafelé tartunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra, kapitány! Viszlát! Jó voltál, fiú. Hol a fegyver? Lehet, hogy jobban ért hozzá, mint te. Honnan szerezte? A pricsem alól. Nem úgy értettem. Volt már ilyesmi a kezedben? Nekem? Hát persze. Mit csináljak vele? Jó a nálatban. Még szükségünk lehet rá. Segíts bedobni a hullát. Na gyerünk, kölyök. Ezt te akartad. De egyet ne felejts el. Ő csak az aranyat akarja. Én meg épségben ki akarok innen jutni. Azt hiszem, valahol erre van a bejárat. Lehet, hogy már elhagytuk. Nem, de már közel vagyunk. Igen? Na most figyelj ide, jó? Ha nem találod a bejáratot, ami alig nagyobb, mint egy átlagos focipálya, és ott van az a kibaszott térkép is, hogy a francba találod meg majd az aranyat ennek a szarnak a közepén, mi? Mi olyan vicces? De jó. Az meg mi? Batista idején szálloda volt, meg kaszinó a gazdag amerikaiaknak. És mi történt? Többé nem jött ide senki. Így is mondhatjuk. Ez mi volt? Úgy látszik, Fidel aláaknázta a forradalom után. Okay.
Micsoda álcázás. Egy hangot se. Itt jó lesz. Szálljatok át a csónakba. Azt hiszed, hogy élvezem? Azt nem hiszem, mert fene rosszul csinálod. Na most mi lesz, nagyokos? Előre vagy hátra, mi? Gyerünk, dösd el végre, mert a bogarak megesznek. Én foglak cipelni. Tóti! Menjünk már! Ezt megnézem. Te katona voltál. Honnét veszed? Tengerészet? Úgy nézek ki, mint egy tengerész. És te CIA? Nagy baromság. Harcoltam, mert hittem benne. Az ilyenek mindig hisznek. A hülyék, mint én, meg harcolnak és meghalnak. Hol nem bántalak. Kinek-kinek a maga meggyőződése. Valaki jól elbánt a könyveddel. A Don Quixote-nak sok titka van, de nem olyanok, mint amilyet a rendőrök kerestek. Rendőrök csinálták? Őrület. Legalább olyan, mint csatázni a szélmalommal. Csak nem olyan nemes. Nem akartál soha egy másikat? Nem. Ez meg micsoda? Gyertek, majd meglátjátok. Te hőerővő, a modern világ hírnöke eljutott Kubába. Az amerikai név ajándéka. Ajándék. Egy ősi birodalom romjai. Megmentette volna a vidéket. De csak Batista egyik sötét terve volt, hogy a zsebét megtömje.
Végül is a forradalom elsöpörte. De arra jó, hogy itt töltsük az estét. Járt már el. Nézd! Ővek! Akárki is járt erre, biztos, hogy visszajön majd az oldalasért. Jó, de én nem eszem bele. Szerintem húzzunk el innen azonnal. Kik vagytok? Mit kerestek itt? Ne, mi már itt se vagyunk, csak itt nézelődtünk, kutattunk, mert geológusok. Te! Ez igaz? Felej már! A kommunikációs csőd esete forog fel. Amerikaiak. Igen, igen, geológusok vagyunk. Geológusok? Geológusoknál nincs géppisztoly. Nézd, amerikai állampolgár vagyok. Nemzetközi botrányt akarsz? Ez az enyém. Jézusom. Szikter szerelmére, hagyd békén! Katonák vagyunk, nem állatok. Micsige? Hajrá, kékek! Carlos Manuel High. Amigos, tudjátok, hogy maga a nagy Fidel tanúskodott Manuel High nagy perében? És a nagyszemű, ifjú őrnagy végig egy szót se szólt, így a vádlók nem diadalmaskodhattak. Nem ismersz meg engem, őrnagy? Nagyon fáj. A 406-os zászlóajból még nagyon sokan emlékeznek rám. Pablo Churuca. Engedjétek el. Ők a lázadók. Bűnözők, akik a hegyekbe menekültek. De Pablo Churuca más. Ő politikai, Castro ellensége. Lehet, hogy azt hiszi, hogy
ez a felszabadító sereg. Ő a barátod? Láttam, hogy Pablo Churuca félig betemeti a barátait, és aztán buldózerrel rájuk hajt. Bájos. Pufa be! Remélem, te és a barátaid megbocsátjátok a rossz modorunkat. Nem akartunk megölni. Csak egy kicsit rátok ijeszteni. Az ugyan nem viccelt. Nem! Ellenségei úgy hívják El Gato Negro. Fekete macska, mert nem szerencsés, ha találkozol vele. A barátai hogy nevezik? Azok nincsenek. Szomorú arcú, több vidámságot. Még azt hiszem, hogy nem tetszik a vendéglátás. Ízlik az étel? Szeretitek a sült malackát? Na, van itt valami, ami nincs Amerikában. Egy jó kubai szivar. Úgy hívom Fidelito. Kicsi Fidel, de ugye hasonlít? Te mit akarsz itt? Megkeresni Carmen Rioszt. Carmen Riosz? Ne nézz engem hülyének. És te, miért vagy itt? Én? Osztálykirándulás. Hé! Hey, hajó kellett neki és felvett minket. A kölyök meg én társak vagyunk. Azt se tudod, hogy hol van. De igen. Te idealista barom. Mindent kockára teszel egy kis kurva miatt, akit nem láttál, már nem tudom. Fogd a pisztolyt! Hé, ki az a Carmen? És mi a fenét keresünk még itt? Na, tűnés innen! Han recogido ya 36.000 libras de caña. Esto es muy bueno para el gobierno de Cuba, nacionalmente libre. Estoy mandando una transmisión directa desde aquí, desde La Habana, a Pinar del Río, donde se encuentran unos compañeros que acaban de salir de Moscú, donde vinieron a tratar de encontrar, si pueden. A fenébe várjatok! Hé, mondani akarok valamit. Hé, figyelsz te rám? Te, most mi az aranyat keresünk, vagy egy öreg spinét? Az emberek! Mondok! A kapitányt megölték! Futás! Futás! Futás az életetekért! Futás! Meg a nőért is. Mi? Csak egy napig maradunk. Egy napot a francba. Befejeztük, öreg. Ennek vége. Semminek nincs vége. Most azonnal lefújjuk az egészet. Ha a késhez nyúlsz, én megetetem veled. Beleszólhatok? El az útból, kölyök. Hülyék! Hülyékkel nem dolgozom. Szükségünk van rá. Hogy juthatnánk vissza a hajóra? Szükséged van ránk, ha vissza akarsz jutni. Ha visszajutunk, akkor kinyírhatjátok egymást. Most maradjunk együtt, rendben? De legyen arany. Egy nap. Nem több.
Oké. Most mehetünk? Attól tartok, hogy ott a tábortűznél keresni fognak. Főleg az a vadállat azzal a késsel. Rém inspiráló. Mikor kerülhet fel oda a mi képünk? Ha megölnek. Lemondok róla. Nem tetszik neki. Értem. Rém mégis. Csak néz körülkölyök. Itt vagyunk a kubai vidék közepén, és ahol parasztok vannak, ott katonák is. Itt várjatok. Most meg mi a fenét csinál? Szerintem ez megőrült. Szerintem is. Eleganciáról nem volt szó. Ugye? Dzsungelruha tervezte Carlos. De ne felejtsd el, ki akart eljönni ezzel a holdkórossal? Előtte, vagy futva menekül. Egész jól néz ki, őrnagy. Kész vagyok. Folyik itt? A kubai olimpia megnyitója? Május 1-ére készülnek. Tisztában vagy veled, mit csinálsz, ugye? Napnyugta előtt itt vagyok.
Hé! Hozz magaddal pár sört, jó? Majd később meghívlak egy kávére. Hé, hey, te! Figyelj csak! Igen, igen, jó napot. Jó napot! Segíthetek valamit? Csak nem keres valakit. De már meg is találtam, köszönöm. A francba. Mi van? A haverod egy helyi rendőrrel tárgyal. Tényleg? Tényleg? Ez gyönyörű kölyök. Jól benne vagyunk miattad a szarban. Leszorultunk a kubai katonák, és azok a erőművi kemény fiúk közé. Szerinted utánuk jönnek? Nem, lemennek a strandra. Maga nem... Nem ide valósi, ugye? Mi? Maga nem ide valósi. Nem, csak látogatóba jöttem. Viszontlátásra. Whistler? Most mi csinál? Semmit. 20 éve erre vár, és most nem csinál semmit se. Mit csinál a nő? Semmit. És a rendőr? Semmit. Milyen szép történet. Jól vagy? Igen, azt hiszem. Csak valamitől kiütést kaptam. Várj meg itt, kölyök. Hova mész? El kell intéznem valamit. Ah!
Carmen most az én feleségem. Amikor eltűntél, megkért, hogy nyomozzak utánad. És mindenki azt mondta, hogy meghaltál. Ha most azonnal eltűnsz innen, úgy teszek, mintha nem is láttalak volna. Nem vesztegettél még elég időt a börtönben? Francban voltál. Beszennyeztem az ivóvizet. Hé, hol van Carlos? Eltűnt. Mi? Na, húzzunk innen. Már mindenütt kerestünk. A nő? Azzal van baj? Milyen nő? Nincs semmilyen nő. Sajnálom. Kemény ügy. Ha most sikerül, másképp lenne minden. Hé, megpróbáltad. Tudod, ez a legtöbb, amit tehetsz.
Most megyünk az aranyért? Hát nem szép a fiatalság. A repülő pár mérföldnyire szállt le. Na és honnan veszed, hogy még itt van? Sehonnan. Francba. Most mihez kezdünk? És a barátaink? A naggyal már végeztem. Ez meg mi? A kubai kolosszeum? Nem. A szivárvány vége. Ott lesz az arany, vagy nem lesz ott? Igen! Gyere! Adok! Csak ki innen kölyök. Nézzük! Ide értünk, a visszaút könnyebb lesz. Te nem jössz le a részedig? Nekem nem kell. Mi? Az elejétől fogva tudtam, hogy egy kicsit ütődött vagy, de most már azt is tudom, hogy totál begolyóztál. Miattam igazán ne aggódj! Itt van, amiért jöttél! És a te részed? Nem hagyhatjuk itt! A tiétek! Igazad van, azt is elvisszük!
Ha elbírját, ha az enyém elviszed. Majd én. Miért nem hagyod, hogy segítsen? Egyedül úgy sem bírod. Te jó ég. Ki tehette? Te mit gondolsz? Azt hittem, elintézted a barátunkat. Elintéztem. Miért ez az ő kézírása? Ugye csak vicces, Lucky? Kiengedted a markodból? Igen, talán. Ha előbukkan, én nem félek. Majd elbilliárdozol vele az életünkért. Úgyis miattad kerültünk bele a szarba. Én nem akartam rosszat. Na, most imádkozz. Tudod, hogy hogy kell kölyök? Igen, persze. Isten, kérlek tedd, hogy ez a szar beinduljon. Te? Isten nem szereti, ha így beszélnek. Honnét veszed? Látod? Tetszik ez nekem. Mi? Kezdem azt hinni, hogy sikerül. Lehet. Hallasz valamit?
az hajó? Talán. Vagy őrjárat. Rotort leállítani. Ez egy másik hajó, elvtárs. Észrevettek. Szerintem halászhajó. Szerintetek nem halászhajó? Nem. Miért nem hazudtok nekem? Hol vannak ezek a kurvák? Éppen mögötted. A francba? Te seggfej! Mi a francot csinálsz? Benn maradok a ködben! Jézus, ott egy másik! Találták a saját hajójukat! Marra felé! Sikerült! Megmondtam! Kérem, gyere, fektessük. Majd a nyílt tengeren. Igaza van. Menjünk innen. Majd vigyázzuk rá. Thank you.
Ez azt hiszi magáról, hogy férfi. De legközelebb majd hoz más kísérőket. Carlos, pihenj. Hazafelé megyünk. Haza? Nekem csak egy másik börtön. Nem kéne mondani valamit? Jobbat érdemeltél volna. Sokkal jobbat. Fáradt vagyok, kölyök. Nagyon fáradt. Víz ömlik be. Tudsz bánni a pumpával? Tehetek mást. Megúszhatjuk. Ha élsz, hogy vizes leszel? Ki él? A cápák megszagolnak és tovább úsznak. Csak pumpálj. Pumpálj! Semmi értelme sincs! Azt mondtam, pumpálj! Ne légy hülye! El fogunk süllyedni! Reménytelen.
illetve kelj fel. Gyerünk, hé, ébresztő, kelj fel. Na. Mi történt? Hát 3 napig sodrottunk, de sikerült. Hol van Carlos? Elfelejtetted. Ugye meghalt? Igen. Azt hiszem, hogy ezt akarta. Rohadt ügy. Az. De az új hajónkat róla nevezzük el. Hát ez remek. Miből fogjuk csinálni? Minden elveszett. A hajó, az arany, minden. Hát nem egészen minden. Megőrültél! Nem csoda, hogy olyan nehéz voltál. Mind a ketten megfulladhattunk volna. Tudtam, hogy nem az cserben. Ez igaz. Megcsináltuk. De megám. Ezért lakasz most egy ilyen helyen? Egyáltalán hol vagyunk? Paradicsomban, kölyök. A paradicsomban! A magyar változat a Zoom Kft. Megbízásából a Videovox stúdióban készült.